A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok, kedves nézők és hallgatók! Nagy és fontos dolgok történtek a fehérvári sportban az elmúlt egy hétben, amióta nem volt kezdőkör, úgyhogy lesz miről beszélgetni. Természetesen aréna avatásról, kosárlabda rájátszásról beszélünk majd a Vidiről, hiszen arról nem lehet nem beszélni. És hát ehhez méltóan avatott vendégeink is vannak. Ismét itt van velünk a stúdióban Ember Norbert, az Oldalvonal Blog szerkesztője, fehérvári sporteseményeknek is állandó látogatója. Köszönöm szépen a meghívást. Köszönjük, hogy eljöttél. Láttuk, hogy nagy anyagokat készítettél például az Arba Aréna avatásáról, ahova sikerült bejutni. Itt van Farkas Szilárd, a Média Centrum szerkesztője. Szintén ott volt egyébként az Arba Arénán, úgyhogy én is készítettem anyagokat. Köszönöm szépen. Szintén, de neked ez a dolgod. És Horog László, aki meg mindig mindenhol ott van. Legutóbb... Én is ott voltam, és én nem készítettem anyagokat. Na, én meg nem voltam ott, és nem készítettem anyagot, úgyhogy ezzel bezárult a kör. Viszont mindent megnéztem és meghallgattam, amit ti írtatok, meg készítettetek róla. Szóval mondom, hogy ezek nagy témák, de muszáj a röplabdásokkal kezdenünk, mert tegnap szerintem sokak számára teljesen váratlanul a MÁV előre, gyakorlatilag a sírból kiszállva visszatért a bajnoki döntőbe. Ugye két meccs után egy fehérvári győzelmének is köszönhetően a Kaposvár már 2-0-ra vezetett, a Kaposvár eleve esélyese ennek a döntőnek, és tegnap Kaposváron is 2-0-ra a harmadik meccsen, vagyis egyetlen játszma választotta el attól, hogy megnyeri a bajnoki címet. Talán egy kicsit a somogyiak is hamar elhitték, hogy ez most már nem jelent problémát. A MÁV viszont, és a mi szempontunkból ez a fontos, egy óriási feltámadást produkálva megfordította a meccset, és 3-2-re győzött Kaposváron. Ez önmagában szerintem óriási bravúr. Azt hiszem, a Kaposvárnak talán a második veresége az egész szezonban, főleg ilyen körülmények között nagy dolog. Ez azt jelenti, hogy pénteken lesz a Vókban egy negyedik mérkőzés, amelyen a MÁV előre megpróbálhatja azt a még nagyobb bravúrt elérni, hogy kiegyenlíti a döntő párharcát is, és elviszi 5 meccsig. Laci, te ugye kaposvári röplabdával is nagyon otthon vagy, meg ismered ott az illetékeseket. Ez azért szerintem mindenki számára egy meglepő fordulat volt. Általában bármilyen sportot, rájátszást figyelembe véve nem nagyon van benne az, hogy mikor már tényleg gyakorlatilag pár labda választja el a favoritot a győzelemtől, akkor ez ilyen fordulatot vesz. A meccs végére értem haza, és az utolsó néhány percet láttam, és egészen elképesztő volt a MÁV-nak a küzdőszelleme, illetőleg a kocsinak az ütése a végén. Tehát ezt a palit én néztem, hogy milyen csapatokban játszott és milyen teljesítmény nyújtott. Alig hihető, tehát akár kezelhetnék világsztárként is. Nagyon nagy meglepetés számomra, hogy itt játszik a magyar bajnokságban, játszott arab világban, olajországokban. És egy elképesztően jó játékos, az ő klasszisa döntött a tegnapi mérkőzésen is. Az biztos, hogy nagyon nagy meccs lesz. A tavalyi döntőre visszagondolva, hogy ott végig éles volt a fehérvérek, a hazaiakat megnyerték, és idegenben is az utolsó, az ötödik meccsen tulajdonképpen volt esélyük a győzelemre, de jobb volt a hazai csapat. Akik, én nem láttam azt a mérkőzést, akik látták Somogyiak, ők azt mondták, hogy nagyon jó lett a Fehérvár, de másnap reggelig játsszák, akkor is valahogy a végén behúzza a Kaposvár. Itt most különösen ilyen lélektani előnyből a pénteki meccs biztos, hogy óriási rangadó lesz. Ráadásul ugye említette ezt a bizonyos utolsó ütést Laci, ez se sűrűn fordul elő, hogy ugye egy megvideózott pont volt, amelynél hát azt mondták a játékvezetők, hogy ugye hazai kézről ment ki, és ez volt a meccslabdája a MÁV előrének. Ha ezt véletlenül, ami azért volt már ilyen sporttörténelemben, ott a hazai közönség meg a hazai csapat nyomás alatt úgy döntenek, hogy az a kaposvári, akkor lehet, hogy aztán vége is utána a reményeknek vagy az álmoknak, de hát nem lehetett megtenni, és hát szerintem nagyon ritkán fordul elő, hogy ilyen vitatott ponttal a vendégcsapat jön ki jól egy ilyen favorit helyzetben, vagy egy ilyen kiélezett helyzetben a favorittal szemben. Egyértelmű volt, mert a videó az teljesen nyilván. Ilyenkor vannak azok az élethelyzetek, hogy a videó nagyon sok mindent azért tisztába tesz, mint ahogy nagyon furcsa, hogy más téma a hétvégi El Clasicón,
hogy ott is, most már láttam én egy olyan felvételt, ahol egyértelmű, hogy az a barcelonai gól, az gól volt, és aztán ott nem mutattak a közvetítés során, és nagyon érdekes, hogy nem láttam gólvonal technológiát. Nincsen. Elképesztő, a La Ligának az elnöke azt nyilatkozta a szezon előtt, azt hiszem 3 millió euróba került volna, hogy bevezessék a gólvonal technológiát, hogy hát nincs rá pénz. Amit azért elég vicces elgondolni, mondjuk egy spanyol bajnokság, egy Barcelona és egy Real Madrid bajnokságának a szintjén, de valóban volt egy ilyen szituáció, aminél kénytelenek voltak a varszobára hagyatkozni, ahol meg ugyanúgy nem látták, vagy nem akartak döntő bizonyítékot találni. Na mindegy, hát ez nyilván messzire vezetne, és a videózás általában egy olyan téma, ami most már a világ sportjában mindenhol mindig előkerül. Ennek a röplabda döntőnek a kapcsán most örüljünk neki, hogy ilyen jól sikerült, és hát ami a lényeg, hogy pénteken tehát hazai meccs lesz a MÁV előre és a Kaposvár között, úgyhogy mindenkit biztatok, hogy menjen ki a VOK csarnokba, mert fergeteges hangulat lesz, és kivételesen nem lesz talán más mérkőzéssel egy időben, mert hogy a múlt péntek az egészen elképesztő egyidejűséget, vagy sokszínűséget hozott, hiszen felavatták az Alba Arénát, amire mindannyian nagyon vártunk, közben a kosarasok ugye a negyed döntő utolsó meccsét játszották a Sopronnal, és még a röplabda döntő is zajlott a VOK-ban. Én nem tudom, hogy lehetett ezek között választani, de hát nektek adva volt a feladat, ugye a jégcsarnokot, illetve az új arénát kellett választani. Na milyenek voltak az első benyomások? Nyilván mindenki nagyon várta, hogy ez a nagyon régóta ígért, és most végre megvalósult beruházás elkészüljön, és legyen új otthon a fehérvári hokinak. Hát én személy szerint korán kezdtem a bejárást, ugye a nagy közönség számára csak pénteken nyílt meg, úgymond az aréna. Csütörtökön már volt egy nyílt edzés, ami sajtónyilvános volt ugye a magyar válogatott számára. A srácok és az edzői stáb is nagy várakozásokkal tekintett ugye a norvégok elleni dupla mérkőzésre. De egy kis negatívum is volt benne olyan szempontból, hogy amikor én ugye a nyílt edzés után interjúztattam játékossal, edzővel, akivel éppen kellett vagy szerettem volna, akkor azért mindenkibe benne volt még a lengyelországi túra fájó emléke, úgymond egy kicsit nem nagyon tudták még túltenni magukat rajta, ez látszott is, és talán ezért is kellett, hogy sokat beszélgessenek, ugye, hogy kis Dávid mindig, Dudu mindig mondja, hogy mindent meg kell beszélni, és így kell építkezni, a kudarcokból is lehet építkezni építő kritika jelleggel, és ez sikerült is, ugye most már tudjuk a két mérkőzés végeredményét, hogy sikerült megverni a norvégokat mind a két meccsen, de mindenki olyan kicsit letargiába volt, és ez talán egy nagyon picit rányomta a bélyegét arra, hogy ők léphettek először, és a magyar válogatott is pályára léphetett a nyílt edzés kapcsán már csütörtökön délelőtt az új jégen. Igen, hát ez a lengyelországi torna, ugye múlt héten a bajnokok párosában egyébként Kis Dávid is a vendégünk volt, és akkor is meg adás után is kicsit beszéltünk vele, valóban nagyon sokakban mély nyomot hagyott, az edzői stábban például azért, mert ahogy az el is hangzott egyébként nyilvános kritikában is, a játékosok talán túl sokat foglalkoztak azzal, hogy ki a kapitány, meg mennyire más, mint az előző, meg hogy mindegy, Kis Dávid egyértelműen megmondta, hogy egy játékosnak az a dolga, hogy megtegye, amit az edzője mond, és hogyha eddig balra kellett korcsolyázni, de most jobbra kell, akkor most jobbra menjen, mert most az a kívánalom. Szóval, hogy valószínűleg történtek arra utalások, hogy azért fejben nem volt mindenki rendben. Beszéljünk majd a válogatottról is, nyilván meg a két meccsről, meg arról, hogy akkor itt most a világbajnokság kapcsán milyen reményeink lehetnek. De magáról az arénáról. Először Norbi, neked láttam anyagait TikTokon, YouTube-on rendesen feldolgoztad, amiben gondolom az is benne van, hogy érezted, hogy a közönség hogy fogadta ezt az új létesítményt. Abszolút, azt kell, hogy mondjam, nagyon komoly európai mértékkel mérhetően is nagyon gyönyörű aréna lett. Maga az atmoszféra fantasztikus volt az egész mérkőzésen, rendkívül jól van kivitelezve az üvegfal rendszer, amivel beszorul a hang az arénába. A saját hangomat nem hallottam néha, amikor készítettem a bejelentkezéseket. Akkor nem lesz gond az atmoszférában? Sokan mondják, hogy itt a ördökatlahoz képest ez majd így nehezebb lesz. Az elején fura lesz biztosan, ugye meg kell lakni, meg kell találni azokat a helyeket, ahonnan legjobban lehet szurkolni, legjobban lehet látni a pályát, mindenkinek meg kell találni újra a kedvenc helyét idézőjelben, de a sajtópávolyból nézve is egy fantasztikus élmény volt a stadionban, a stadion arénában ülni, és hát ahogy szóltak a dobok, amikor énekeltük a himnuszt a szurkolókkal közösen, vagy amikor szólt a Ria-Ria Hungária, hát eszméletlen, most is kirázza ideg, hogy beszélek róla, nagyszerű élmény volt ott lenni, és én azt gondolom, hogy talán a magyar jégkorong is egy új otthonnal bővült, és mindenképpen örömteli, hogy ilyen gyönyörű létesítményben játszhatja a Volán majd a BL meccseket is.
és azért ide jönnek majd a nyugat-európai ellenfelek, akkor lehet, hogy ők is csettintenek, hogy azt a milyen szép arénába jöttünk. Tehát tényleg ez egy gyönyörű aréna, és hogy a polgármester úr is mondta a megnyitó beszédében, hogy mindenkinek köszönhet ezért, mert ez nagyon-nagyon sok munka volt. És én azt gondolom, hogy egy gyönyörű látkép, hogy az ember bejön Fehérvárra, az első lehajtóról bejön, látja ezt a gyönyörű arénát, főleg kivilágítva piros-fehér-zöld színekbe, szóval tényleg fantasztikus élmény volt. Én azt javaslom mindenkinek, ha lesz lehetősége, jön el egyszerű volán meccsre, vagy egy válogatottra, úgy alakul, mert felejthetetlen élmény lesz. Az összehasonlítás egy ideig biztos elkerülhetetlen lesz, ugye a régi jégcsarnokról mindenki tudta, hogy hát tényleg, mint a magyar narancs, kicsi, savanyú, de a miénk, és ezért nyilván nagyon tudjuk szeretni, meg értékelni. Az egyik, ami érdekelne, mondtad, hogy majd mindenki megtalálja a helyét, hogy itt azért valószínűleg nem az lesz, hogy a Sanyi leteszi a tappancsát, és onnantól örökbérlete azon a helyen van, és mellette a Józsinak kell állnia, akkor is, ha éppen nincs ott, vagy meghalt, mert az egy ilyen örökös dolog, hogy neki ott a helye. Hát itt nyilván egy ültetett aréna, kérdés, hogy lesz-e olyan szurkolás, lesz-e annyi néző majd ugye a Volán meccsein is, hogy ez az aréna minden erényével tudjon érvényesülni? Ez mindenképpen egy jó kérdés. Hát ugye azt láttam, hogy a dobosok már elfoglalták a kap mögötti részt, tehát ez egy ilyen hokis ultra szekció is kezd kialakulni, mondhatjuk úgy szerintem, mindenképpen előremutató, hogy az igazi komoly szurkolás az a kapu mögött legyen, szerintem onnan szól egyébként a legjobban, és én azt látom, hogy szerintem nyilván lesznek olyan ellenfelek, akik ellen mind a két karét ki lehet majd nyitni, nyilván lesznek olyan ellenfelek, akik ellen csak az alsó lesz tele, de én azt hiszem, hogy ha a csapat jól teljesít, akkor a nézők is jönni fognak. Fehérváron tradicionálisan nagyon-nagyon szeretete van a jégkorongnak, Budapest is sokan járnak le a meccsekre, és azt gondolom, hogy most már se lehet kifogás, hogy hát nem jó az aréna, meg állni kell, meg nincsen elég mosdó, meg nincs elég büfé, ezek nem lehetnek kifogások. Azt gondolom, nyugat-európai mértékkel is mérve ez egy gyönyörűen szép aréna. Én nekem volt szerencsém több arénában is járni már Európában, a világon, és én azt gondolom, hogy azért sok csapat elfogadna egy ilyen otthont. Még bocsánat, egy dolog, amit megfigyeltem úgymond szurkolóként, ahogy először mentem az arénába. Én személy szerint annyira nem szeretem a hideget, nyilván egy jégcsarnokban viszonylag hideg van, de néhányban én is megfordultam már, és azokhoz képest sem volt olyan hideg érdekes módon nem. A folyosókon egyáltalán nem, nem, de még bent a csarnokban sem, úgyhogy ezt is valahogy nagyon jól megoldott. Akkor a jégfelületet meg nagyon dicsérték, ugye teljesen nagyon jó jónak volt. Tűnt egyébként végig a jégnek a minősége, nagyon jó volt a játék is rajta, nem volt rengeteg ilyen rosszul megállás, többünkön sokszor elestek a játékosok. Nyilván azért érződött rajta az, hogy azért így még új az egész, és kicsit talán az új atmoszféra miatt is idegenben mozogtak a játékosok a jégen, de például az is, hogy a két rólba volt, az is extra, és milyen szépen letakarították a jeget. Emellett azt gondolom, hogy a plexifal, ahogy meg lett csinálva, amilyen közel van az első sorokhoz, már maga a pálya, ezek tényleg azért már nagyon komoly élményeket tudnak adni, nekem volt szerencsém már palánk mellől is forgatni, és ezek az első sorok már nagyon közeli élményt adnak, tehát tényleg nagyon-nagyon jó, és ami még szintén fontos, és szerintem ezt meg is kell említenünk, hogy ami nagyon tetszett nekem, lehet, hogy ez én kicsit rosszul látom, de hogy a reklámfelületeknél külön plexi védi a reklámokat, ezáltal nem lesz tiszta gumis, ahogy szétlövik majd a pakkokkal a palánkot, ez nekem kifejezetten tetszett, az NHL-be szokták amúgy alkalmazni. Biztos különösen jó hír, ami egy nagy kérdés még nekem, és erről is ti tudtok beszámolni, bár én elhajtottam egyébként, mert nem is emlékszem melyik nap a kettő közül az aréna mellett, és jött ki egy közlemény még az első nap előtt, ahol külön leírták egyrészt ugye, hogy milyen buszjáratok mennek külön csak erre az eseményre, és a parkolás. Az ifja Bocskai Gábor arénában onnan lehetett tudni, hogy meccs volt, ugye a Mártirok úton gyakorlatilag kis túlzással belvárosig vagy seregélyesig álltak az autók, elfoglalva az egyébként egyáltalán nem parkoló helyeket is. És most is láttam még a Budai út szélén egyébként autókat, akik gondolom azért álltak ott, mert az arénába mentek. Hogy mennyire megoldható ez, vagy megoldott, mert szép nagy parkolója van, nem tudom, hogy mi lesz ott a parkolási rend, de hogy ilyen szempontból azért egy város szélén lévő létesítmény nyilván nem mindegy, hogy aki megközelíti, az le is tudja tenni az autóját, ha nem a tömegközlekedést veszi igénybe. Ilyen kétszer is mentem arra felé a két nap során. Nyilván az első napon nem mentek még szurkolók, akkor simán meg lehetett állni. Második nap is egy kicsit hamarabb értünk, de ugye 4 órától voltak meghirdetve a rendezvények. Mi ott voltunk már nem is tudom, olyan 3 óra környékén, de nyilván a vehemensebb érdeklődők is akkor mentek, és nagyon szuperül oda lehetett érni. Találkoztunk olyan autókkal, akiket ugye végigkövettünk, vagy ők követtek minket, egy felé mentünk. Nagyon fontos, hogy nem csak egy oldalról lehet megközelíteni az arénát, hanem több úgymond útvonal is van, ami oda vezet, úgyhogy szerintem a parkolással itt nem lesz gond.
hogyha láttunk ugye már légifelvételeket is, légifotókat is, nagyon szépen kirajzolódik, hogy körül van véve gyakorlatilag a létesítmény parkolókkal. Én azt gondolom, hogy ennek kellett lenni, és ez is volt az egyik elsődleges szempont a megközelítés. Ahogy Norbi is említette, európai viszonylatban is megállja a helyét nyilván ennek az arénának a belső építészete, illetve maga a tér kialakítása. Nem is tudom, az EBL-ben még mindig ezt mondom, tehát az osztrák ligában talán azt úgy tudom, két csapatnak van hivatalosan nagyobb csarnokat, talán Bolzano az egyik, nem tudom melyik a másik, Laci, te jártál azért ezeken a helyeken, hogy ott is azért gondolom ez a csarnok mindenképpen a kiemelkedők közé fog tartozni. Bocskai Gáborral beszéltünk pont erről, hogy nincs ilyen aréna. A Bolzanói nagyobb, de kevésbé modern, kétszintes. A Pusztertáli szintén vadonatúj, gyönyörű, szép, de 2000-rel kisebb. Asiago kisebb is, öregebb is. Hát a Kapitásznak van. Kapitásznak van. A bécsi kisebb, a bécsi nincs ekkor, az 5200-as, az is nagyon szép. A Grácit átépítették 5 évvel ezelőtt, 20 millió euróért csak a falak maradtak, az is 4500-as. A Jubianai nagyobb, az 7200-as, azt 1973-ben építettek egy műkori EB-re, tehát az is nagyobb, de tulajdonképpen a két hosszanti lelátó miatt, de az sem modern. Tehát tulajdonképpen a befogadó képességet, illetőleg hogyha az exkluzivitását nézzük, akkor most torony magasan ez a legjobb aréna. Tehát gondolkodtam is, hogy svédeknél, finneknél vannak nagyobb arénák, de ennyire új, ennyire tökéletesen, ennyire a hokira kitalált, arra nem nagyon emlékszem a környezetünkben. A Ljubljanaival kapcsolatban, ha nekem jók az emlékeim, abban jártam én is egyszer egyébként hoki meccsen, de nyilván nem annyi szóval, nem ismerem úgy, mint te. Viszont úgy tudom, hogy ott az a csarnok, illetve az a létesítmény, az ugye két csarnokot is magába foglal, hiszen ott van egy kosárlabda csarnok is, ahol szintén rendeztek már világversenyeket is. És ezt egy kicsit azért irigylem, tehát hogy ez egy olyan sportkomplexum, ahol akár egymás után lehet rendezni hoki meg kosár meccset. Említettem ezt a múlt pénteki egybeesést, borzasztó volt, hogy tényleg három esemény közül kellett választani. De milyen szép lenne, hogyha mondjuk ilyen lenne a lehetőség, hogy akkor, ha már így van, akkor az egyik a másiktól karnyújtásnyira található. Itt nagy kérdés ugye, hogy milyen egyéb sportrendezvényeket lehet majd rendezni az Alba Arénában. Tudjuk, hogy a kosarasok voltak már benne edzésen, nyilván ez még csak próba jelleggel történt. Engem nagyon érdekel majd, hogy megvalósítható-e az amerikai mintára, hogy mondjuk egyik este akár még hoki legyen, másik nap már kosár, vagy fordítva. Ennek azért nyilván megvannak a technológiai feltételei, amiket meg kell teremteni. Nagyon nehéz ügy, tulajdonképpen a borítást le lehet azt tenni, csak azért a jég, ott ilyen 8-10 fok lehet, tehát a jég környezetében. És a borítás, hogy meg tudja őrizni, mert szerintem egy más sportághoz 11-18 foknak lennie kell, mert volt annak idején női kézzelabdázók játszottak úgy a Káposztásmegyeri jégcsarnokban válogatott meccset, és vacogtak. Tehát mondták, hogy meg lett oldva a borítás is, jó lett a játék. Hát a Kornexi a jégcsarnokban nyerte meg ugye az EHF kupát. Az már nyár volt, és akkor már rég le volt engedve minden, és betonon játszottak. A Dunaferi is játszott BL döntőt, és férfi kézilabda bajnoki döntőt is, kétszer a Veszprém ellen, és ott is megoldották, de akkor már régeség leengedték a jeget. A betonra tették a borítást, aztán a műanyagot vagy a parkettát, az megoldható, de itt, amikor azért egy jégcsapat, egy hoki csapat beköltözik egy arénába, ott nagyon nehéz bármilyen más sportágat rendezni. Elvileg, ha az Alba tovább megy az elődöntőn, a kosárcsapat, amiben nagyon bízom, adná magát a Falco elleni döntő, csak az megint érdekes, hogy cuccoljon egy csapat, és jelenleg szerint azért egy meccs lesz itthon, tehát kezdünk idegenbe, egy itthon, egy idegenbe, aztán meglátjuk, de ott egy meccs biztos, tehát ha eljutunk a fináléig. Hát nem tudom, mondom, Amerikában megvan ennek a technológiája, én magam is voltam a torontói csarnokban, ahol mondjuk ott 18 ezer néző, tehát más léptékről beszélünk, de egyik este, amikor Dávid Kornél kijátszott, akkor voltunk ki még Duna TV-vel, hogy egyik este láttuk a Toronto-Chicago kosármeccset, és akkor másnap játszottak a hókisok valakivel. Egy éjszak alatt megoldják, nyilván azért mondom, hogy megvan ennek a technológiája. Egyelőre legyünk abban, vagy arra büszkék, hogy ilyen csarnok van is, hogy nagyon jó meccseket fogunk látni. De milyen válogatottat fogunk látni? Ugye ez, azt gondolom, ezzel a két norvégok elleni győzelemmel, ami nagyon szép eredmény, még mindig kérdéses, hogy valójában ezen a Divízió 1A világbajnokságon mit várhatunk a csapattól. Erről is beszélgettünk Duduval, amikor itt volt, hogy hát a közönség ugye el van kényeztetve Magyarországon. Ide most megint mindenki úgy megy ki, hogy harcoljunk a feljutásért, miközben egy olyan csoportja van a csapatnak, ahol azért még az is elképzelhető, hogy kőkeményen meg kell küzdeni a bentmaradásért, nem feltétlenül a mieink erejét minősítve.
Mert például a két ázsiai csapat jellemzően olyan hokit játszik, amit európaiak nem nagyon szeretnek, iszonyat fizikálisan, gyorsan, folyamatosan nyomva, és hát akkor ott, van még a, ott vannak még ugyan a nagy európai riválisok. Hogyan látjátok ennek a, az esélyeit most? Inkább sírni, vagy inkább nevetni fogunk a világbajnokság után? Hát ez egy jó kérdés mindenképpen. Ugye a nagyon fontos kiemelni, hogy a japánokkal nem is olyan régen találkoztunk ki az olimpiai selejtezőn, ahol ugye egy olyan mérkőzésen, ahol nagyjából szétlőttük a japán kaput, vesztettünk, és hát ugye Dél-Koreával kapcsolatban sincsenek azért olyan túl jó emlékeink az elmúlt időszakból. De ez a két mérkőzésből itt legalább egyiket meg kéne nyerni, hogy biztosan bent tudjunk maradni, és a románokat pedig, hát ugye igazából az erdélyeket, mert nagyjából erdélyi magyarok fognak játszani ebbe a csapatba. Őket is két várra kell fektetni a bent maradásért. Lesz ott motiváció mindkét oldalon szerintem. Azt hiszem lesz. Itt nyilván a házigazda olaszok szerintem a favoritok ebben a csoportban. Én szerintem egyértelműen ők a legesélyesebbek arra, hogy kijussanak. De én azt gondolom, hogy ha szerencsésen alakul számunkra, akkor talán lesz egy sanszunk, talán megcsípjük a feljutást. Szóval reális az, hogy maradunk itt ebben az osztályban. Idén nem fogunk feljutni. Kiesni sem gondolom, hogy kiesnénk. Én a harmadik helyet látom úgy reálisnak, hogy pont nem lesz meg a feljutás, de cáfoljanak rám, én örülnék, hogyha rám cáfolnának a srácok. Ami nagyon érdekes dolog, hogy tulajdonképpen nem is tudom, lehet-e mondani, hogy generációváltás zajlik, de minden esetre, és ezt is a Kis Dáviddal beszélgetve került szóba, hogy mindig voltak olyan vezéregyéniségei a válogatottnak, meg a magyar jégkorongnak, akik nyilvánvalóan, hogyha megszólaltak az öltözőben, annak rendkívül súlya volt, törtek, mentek előre, húzták magukkal a többieket, és nem kell Ocskai Gáborig visszamenni, meg Szélig Viktorig, mert még a legutóbbi időben is. És talán ez most, minthogyha egy kicsit ilyen szempontból nem állnánk ennyire jól, hogy ennyire markáns, meghatározó húzó emberek, akik a teljesítményükkel vagy a hozzáállásukkal vezérként is tudnak működni. Bár állítólag ugye Sofron mondott olyan beszédet az öltözőben, aminek azért volt hatása. Úgyhogy talán reménykedjük, hogy ezúttal is meglesznek a vezérei a válogatottnak. Most valóban nem beszél senki a feljutásról, nem véletlenül, ugyanis én nem nehezen tudom elképzelni, hogy az olasz és a szlovén nem jobb nálunk. Japán, Korea verhető, a románokat nyilván gyengébbnek gondolom, hiszen ők most jöttek fel a C-ből, de az biztos, hogy nagyon fontos volt a két évvel ezelőtti feljutásban és a tavalyi esélyben, hogy bennmaradhassunk, hogy az oroszok és a fehér oroszok azért nem voltak jelen. Tehát az orosz az mindig aranyesélyes, a fehér orosz pedig nagyon stabil bennmaradó. És így is megvolt az esély, és most a norvég meccs kapcsán volt érdekes, a két vezetők megegyeztek, hogy lövünk büntetőket. Én szerintem az valahol a készülést jelentette, mert az osztrákok ellen úgy buktunk el, hogy óriási meccsen 3-1-es vezetésről, és tényleg nagyon közel voltunk a bemaradáshoz az elitben, de volt a Sofinak még egy zicsere, amit kihagyott, és a büntetőpárbajt elvesztettük. Most szerintem valahol arra készültünk, és valaki odajött, hogy ez a norvég csapat, ez az igazi norvég csapat, ők 9. a világranglistán, mi 19-ek, ez nem nagyon látszott, illetőleg jobbnak tűntünk, de az biztos, hogy más egy felkészülési meccs, ahol azért a házigazdának egy ünnepség kapcsán megadják a tiszteletet. Pont arra gondoltam, amikor a Ülőjúton átadták a Népligeti arénát a Chelsea ellen, az első gólt Gerának kellett lőnie, és aztán végül kiegyenesedett minden, de ott is éreztem egy tiszteletet a Chelsea részéről, hogy egy olyan környezetbe csöppentek, hogy úgy gondolták, hogy itt azért megtisztelem a házigazdákat azzal, hogy nem rugdosok. Itt is a norvégokon éreztem egyfajta tiszteletet, hogy legalábbis az első mérkőzésen feltétlenül. Hát kiderül majd, minden esetre azzal lezárhatjuk ezt a hokis blokkot, hogy egyrészt tényleg nagyon jó, hogy van egy aréna, reméljük látjuk még a magyar válogatottat is benne, akár magyarországi világeseményen, mert erre azért volt példa a múltban nem kevésszer, nem csak a Budapest arénában, hanem például a Debrecenben is rendeztek ugye világbajnokságot. Hát most van már Fehérváron egy erre alkalmas csarnok, a válogatottnak pedig szurkolunk nyilván, és majd beszélünk is még róla. Szóba került a kosárlabda, ugye egyelőre csak olyan értelemben, hogy játszhat esetleg az Arkonik Albafehérvár is az Alba arénában. Laci mondta, hogy ha bejut a bajnoki döntőbe, akár nagy dolog is lenne ott egy Falco elleni meccs. Annak idején a hokisoknál is pedzegettük ezt, aztán nekik ugye nem jól sikerült igazából ez az első kör. Hát az Alba nyilván egy összehasonlíthatatlanul más minőségű mezőnyben nem esett bele abba a hibába, hogy nem történt meg vele az, mint a jégkorongozókkal. Ez a Sopron gyengébb csapat is nyilván annál, mint ami a mondjuk a hokisoknak jutott a maguk mezőnyében. De hát mégiscsak ott van az elődöntőben a csapat. Azt is tudjuk már, hogy a Szolnokkal fog játszani, vagyis egy ilyen örök klasszikus lesz a döntőbe jutásért.
Nekem egy kicsit aggasztónak tűnik azért a Szolnok formába kerülése. Sokáig hektikus szezonjuk volt, edzőváltással, aztán még egyel, saját szurkolóik is elég komoly kritikákat fogalmaztak meg, de amióta Vidin mester átvette a csapatot, egyrészt megnyerték a Magyar Kupát, kisöpörték a Pécset ők is a negyed döntőből, tehát azért látszik, hogy remek formába kerültek, úgyhogy ennek a bizonyos hazai pályának, és hát itt még nyilván a Gáz utcai csarnokról beszélünk, azért lehet jelentőség ebben az elődöntőben, még akkor is, hogyha egy Alba Szolnok rá tényleg ilyen közhely, hogy bármi előfordulhat. Abszolút, és hát szintén fontos, hogy azt látni kell azt is, hogy azért az Alba nagyon könnyedén söpörte ki a Sopron, tehát itt azért nem voltak igazából kérdések. Még mondjuk a Szolnoknak a második meccsén nagyon rezgett a léc, ott a 83-82-es győzelem idegenben, ott azért rezgett a léc. Hát, hogy... utolsó másodperceken belül ilyen 3 plusz 1-es kosárt, így amikor van. A tripla dobót lefaltolják. Nagyon necces volt ott azért a Szolnoknak az a meccs, és hát azért tényleg a kupadöntőben lehetett látni, hogy mekkora fordítást csináltak, honnan jöttek vissza, és végül mekkora előnye, hány pontot dobva nyertek. Én mindig azt szoktam mondani, amikor van egy új edző ez a fociban, és igaz, akkor az elején nagyon jó, hogy a csapatnak még az új menedzser vibe van, ugye mindenki bizonyítani akar az új mesternek, mindenki oda rakja magát, 100%-on pörög. De azért én azt gondolom, hogy a hazai pálya az egy nagyon fontos előny az Albának, hogy idén nagyon játszott az Alba hazai pályán, ugye a Falkót is sikerült elkapni. Én azt gondolom, hogy lehet építeni erre, és kell is építeni. Én nem vagyok benne biztos, hogy itt nem lesz ötödik meccs. Itt benne van a pakliban, hogy öt meccsig elmegy a széria. És szerintem ötödik meccs akkor a hazai pálya az egy nagyon komoly kulcskártya lehet, amit az Alba így mondjuk be tud tenni így a pakli tetejére a végén, hogy hazai pálya, és akkor azzal behúzza. De én azt gondolom, hogy innen elmenni a döntőbe ezen a párharcon keresztül meg komoly erőmérő lesz. És hát ugye nyilván meglátjuk, hogy a másik ágon mi lesz, mert ugye ott még az Anna Kerámia és a Deac még birkoznak egymással, hogy ki lesz a másik, aki játszik ugye a Falkóval. De én azt gondolom, hogy ebben a szezonban egyébként hosszú idő után, de Falkó az most foghatónak tűnik. Tehát, hogyha esetleg vele lenne a döntő, hogy nála a pálya előny, de sok érdekesség van. Egyébként az Alba ugye egész szezonban nem kapott ki hazai pályán, hogyha ha ez kitart, akkor minimum egy bajnoki döntő ötödik meccsig el lehet menni vele, bárcsak már ott tartanánk. Az is tény, hogy a Szolnokot kétszer legyőzte az Alba, de ahogy említettem, volt azért a tiszapartiaknak egy rossz periódusuk. Viszont a keretük azért kiegyensúlyozottabb, mint a Soproné, tehát ez mindenképpen egy nehéz feladatnak ígérkezik. Lukás Norbi valaki gyakorlatilag ugye kulcsemberré vált, akit itt Fehérváron azért nagyon szerettek a szurkolók, lesznek itt mindenféle érdekességek és finomságok. De hát nekem azt mondja a szívem, hogy azért így is az Alba az esélyes. Hát jobb erőfelmérő lesz szerintem, illetve jó erőfelmérő lesz, így mondom, hogy a Szolnokkal kell játszani a döntőbejutásért, hiszen ha őket sikerül megverni, akkor ugyanazzal a tűzzel tovább lehet menni, és hát nyilván senki nem vár mást, mint Falkó és Fehérvár döntőt, Alba döntőt. Én is úgy gondoltam egyébként, hogy játszunk az olajjal, inkább, mint adott esetben az ET-vel. Colner mindent elkövetne, hogy nyerjen, és ráadásul a közönség sem szeret bennünket valában. Holnap van a... Be ezek Szolnokon, ott nagyon szeretek ott bennünket. Holnap van, én biztos, hogy elmegyek, tehát megnézem ezt az ET Deacot kalandvágyból, egészen biztos, hogy éles meccs lesz, és én is úgy gondoltam, aztán igazat kell adnom neked, hogy játszunk az olajjal, de az elmúlt hetekben mutatott teljesítményük, különösen a kupadöntőn azt mondatja velem, hogy az nem lesz egyszerű, de jobb a Falkót elkerülni, és a Falkó is a Szeged ellen minősítetetlen teljesítményt nyújtott a kupa elődöntőben, de aztán én úgy gondolom, a bajnokságban most már azért kiegyenesedtek, tehát ez nem lesz egyszerű. Tulajdonképpen sok ismeretlenes, én úgy gondolom, hogy mindig a Falkó a legerősebb, és én úgy gondolom, hogy a hazai pálya előnye miatt mi az olajat tudjuk búcsúztatni, az olaj együttesét, nagyon remélem. Hát ez a, ugye az Zalaegerszeg-Debrecen párharc még zajlik a negyedik elődöntős helyért. Kicsit ez a viccbeli erdész jut eszembe, aki a végén aztán a oroszokat meg a németeket is kizavart az erdőből. Ez lesz a Falkó valószínűleg. Tehát ezek addig nyúzzák egymást, amíg aztán jön a Falkó is. Hát papírforma szerint kisöpri őket. Mondjuk egy Falkó-Zalaegerszeg párharcban ott is az érzelmi, a szurkolói, az egyéb telítettségek miatt benne lesz azért néhány éles pillanat. És hogyha abból indulunk ki, hogy az Alba is a döntőbe vágyik, azért nem lenne rossz, ha a másik ágon is kicsit fáradna mondjuk a Falkó, nem lenne ez ilyen sétagalop a számára, de hát nekünk nyilván először a Szolnokra kell koncentrálni. Van ennek a párharcnak ugye nagyon sok komoly történelmi múltja, itt is beszéltünk azért komoly, olykor ellenséges hangulatról, ami a Fehérvárt övezte Szolnokon, úgyhogy szerintem az is egy érdemes kaland lesz mondjuk elmenni a Tisza ligetbe és ott megnézni, hogy mire megy az Alba majd.
Ami nagyon tanulságos számomra, hogy addig-addig mondtuk, meg mondjuk folyamatosan, hogy szűk az Alba rotációja, hogy tényleg gyakorlatilag 6 ember van, aki el tudja dönteni a meccset. Jóval kevesebb lehetősége van Zubiágának rotálni, de közben ez a 6 ember, ez itt a Sopron ellen gyakorlatilag mindegyik kiegyensúlyozottan nagyon magas színvonalú játékot hozott, tehát az egész Alba úgy, ahogy van, megérkezett a playoffba. És hogyha ez marad így, és nem lesz sérülés, nehogy Isten, ami ugye azért sok minden befolyásolhat, akkor akár ezzel a 6 fős rotációval, de ne vegyük ki belőle a fiatalokat és akik bevethetők, még akár a legvégéig is el lehet érni szerintem, mert ez 6 nagyon minőségű játékos, most a nagyon jó minőségű játékos az Albában. Én amellett, hogy minőségi játékosok alkotják az Albának a kezdőötösét, meg ugye mondjuk ugye a plusz ember elég jó a padról, én azért a többieket is kiemelném. Tehát azért tudnak hozni annyi pontot a padról, ami meg tudja segíteni a csapatot. Akár volt pontos esetekben, volt a szezonban azért olyan rész, amikor a padnak a pluszpontjai nagyon kellettek ahhoz, hogy adott mérkőzést meg lehessen nyerni. Én azt látom, hogy itt azért az edző próbálja nagyon okosan forgatni a kártyákat, mint ahogy Zselák mester azt a Sóston csinálja. Itt hasonlót látok, hogy azért próbál úgy nyúlni a fiatalokhoz, ezekhez a játékosokhoz, ezekhez a mondjuk úgy perememberekhez, akiknél mondjuk a napi forma aktuálisan egy picit jobb, mint a többieké, ők egy 3-4 percet több játékidőt kapnak, és ezekkel 3-4 pontot hoznak már pluszba a padról, már tud annyi pluszpont lenni, hogy egy kulcs meccsen átbillentse a csapatot a holdponton. Sokat tudnak ezek segíteni, ezek az apró momentumok. Jó, hát meglátjuk, itt meg ugye szombaton lesz az első mérkőzés Fehérváron, és hát akár csak a röplabda döntő esetében most is csak azt tudom mondani, hogy mindenki menjen, szurkoljunk az Albának, mert ez most megint egy ilyen komoly erőpróba lesz. És hát akkor itt az utolsó harmadában az adásnak tényleg térjünk át a focira, mert ez megint egy olyan téma, és nagyon sok érdekesség van, amiről azért lehet beszélni. A második helyre lépett előre a Fehérvár a bajnokságban. Hát nem azt gondolom, hogy a szezon eleje, de még a szezon közepe táján is nem sokan tippelték volna azt, hogy itt ezüstérmes pozícióba várjuk az utolsó 4 fordulót, és akkor most a tavalyi kiesésről fenyegetett rémálomról ne is beszéljünk. Ugyanakkor érdekes ellentmondás, hogy egy olyan mérkőzésen történt ez meg, ahol azért nem a legjobb tavaszi formáját mutatta a csapat, meg az eredmény se olyan lett, hiszen ugye egy döntetlen lett az Alegerszeg ellen. Csak hát ott van nekünk a Paks, amelyik pedig bemutatja, nem mondom, hogy az évtized leolvadását, mert náluk lassan tradíciója van ennek az utóbbi években, de Ginorban 5 zakó, és most már ugye gólkülönbséggel a Vidi az első. Ezt kell ünnepelnünk, vagy ilyen kritikusan nézni, hogy mondjuk ezt az etemeccset azért meg kellett volna nyerni? Ez az idei szereplésünk mindenen túlmutat. Tehát, hogyha valaki nekem azt mondja, hogy 4 fordulóval vége előtt, ez a csapat második, ha valaki nekem azt mondja, hogy a 4 fordulóval vége előtt biztosan bennmaradunk, erre én tapsoltam volna. Tehát erre senki nem számíthatott épésszel, de ez a nyugalom és a higgadtság meg úgy tűnt, hogy most tulajdonképpen helyére került minden. Tehát nincs sportigazgató, az ügyvezető lát el bizonyos feladatköröket, és az edző pedig összeállítja a csapatát. És tulajdonképpen működik a rendszer, mert ha az edző rosszul dolgozik, akkor a tulajdonos majd eltávolítja. Tehát ez a plusz láncem, ami egy normálisan működő klubban kéne lennie, de itt Fehérváron jelenlás szerint nincs erre szükség, és nagyon jól játszott a csapat, tehát úgy gondolom, hogy a meccsen is. Hullámzott egyébként az ETI-je is tulajdonképpen a rossz kezdés után, kiegyenesedtek a szezonra, voltak jó egyéni teljesítmények, és én is azt hittem, hogy megnyerjük ezt a meccset, de a Vidi is azért nyert olyan meccseket, ami a játék nem feltétlenül jobb, az ősz a 8 meccsből 7 győzelem egy döntetlen, ott is kikaphattunk volna, hogy a Paks is nyert olyan meccseket egy gólokkal, azokat most elveszíti, mondjuk ebben a sormintában, nem illeszkedik a mostani meccs felcsúton, de az biztos, hogy a Vidi joggal a második, és ha megtartjuk, nagyon jó, de én a bronznak is nagyon-nagyon tudnék örülni. Az egyik, talán a múltkori adásban mondtam azt, hogy talán nem is nekünk kell majd elérni a második helyet, és most ez a döntetlennel olyan szinten bebizonyosodott abból a szempontból, hogy én mondtam, hogy valószínűleg, mivel a Paks van egy ilyen negatív hullámzásban, hullámvölgyben, benne van, hogy el fogja veszíteni a második helyet, és egy forduló kellett hozzá, még úgy is, hogy mi döntetlen hatására lehet azt mondani, hogy egy helyben toporogtunk, ők pedig botladoztak még egyet. Megbeszéltük adás előtt, hogy nem fogjuk a Paksot az adás témájába emelni, még úgysem, hogy Laci nagyon szereti őket, és jobban van mindenkivel, de tényleg elképesztő, nem csak az idei, most már 5 mérkőzés óta tartó zakósorozatuk, ugye
Még volt, hogy vezettek a Ferencváros ellen a bajnokságban, most pedig ugyanúgy 15 pont hátrányban vannak, mint a Fehérvár, csak mi alulról jöttünk fel, ők pedig hát épp az ellenkező utat járják. De hát a Paks utóbbi 3 szezonját elnézve ez már-már hagyományosnak tekinthető. Éppen Kele Janui Facebook posztján néztem, hogy most ha az utolsó 12 meccsét nézzük a Paksnak az előző 3 szezonban, tehát a mostani 5-öt meg az előző szezonok utolsó meccseit, akkor abból 9-et elvesztett, 3 döntetlen. Tehát mondjuk 12 meccse 3 pont, és ez rendre a szezon végén következik be. Felvetesz szerintem kérdéseket, vannak a mai magyar futballban olyan biztos bevételek, amellyel egy klub az egész szezonját meg a működését tudja kalkulálni. Ellenünk ifikapus védett például ugye a sóstúli őszi mérkőzésen, mert hogy azért is pénzt kap a klub. Na most, hogyha egy csapatnál, egy bajnokságban az a motiváció, hogy játszon a kisgyerek, lehet, hogy kikapunk, de kapunk pénzt, az azért kijelöli, hogy itt mennyire lehet komoly versenyhelyzetről beszélni. Szerintem ez versenyellenes dolog, de hát ebből él a magyar futball. És ennek azért lehet köze ahhoz, hogy mondjuk egy Paks, amely bátran bedobja a fiatalokat, hogyan áll aztán a szezon végén. De mindegy, ez az ő dolguk. Ezzel együtt a Fehérvárnak is vannak most már fiatal játékosai, akik időnként pályára kerülnek. Nyilván itt is figyelnek erre az illetékesek. Más kérdés, hogy közben azért az eredményekre is. Így van, és ugye nekünk már az 52%-a megvan ugye a fiatal perceknek, és ahogy ugye az ankéton elmondták, hogy nekünk az a cél, hogy a fele meglegyen, ez meglett. Szóval azt gondolom, innentől kezdve teljes mértékben rá lehet menni az eredményességre. Az eredményesség szempontjából a fiatalokhoz én úgy érzem, hogy Bártos Zselek jól nyúl. Egyszer-egyszer vannak egy-egy rossz cserék, de ez mindig benne van a pakliban. De összességében múltkor például a mezőkösdelen Berki beállítása jó volt, jól mozgott, most is jól mozgott. Én Petőt egy picit sajnálom, hogy kevesebb játék lehetőséget kap, hogy többször látnám a pályán. De például nekem nagyon-nagyon üde színfolt volt, mikor játszott a Tóth Tamás videlő légbe, Gradisárral közösen, vagy mellette, vagy Stefanellivel, szerintem jól mozgott. Benne is lehet potenciál, sokat kell dolgozni, de lehet belőle is. Azt gondolom, hogy egy csatár itt a videótomban, aki hosszú távon a csapatot tudja erősíteni. Amit fontos látni, hogy te is mondtad, meg a Laci is mondta, hogy a Paks ugye egy negatív spirálban van, és kicsit nekem visszavezetődik az, amikor mi vesztettünk 8 mérkőzés zsinórba, és egy hasonlót érzek itt a Paksnál is. Most a kupában játszanak egy olyan mezőkösd, aki eléggé tisztesen helyt állt például a Fradi ellen, nem biztos, hogy tovább fognak tudni jutni a kupában. És, Kisvárda. Lesz. Bocsánat, elnézést. Igen. Kisvárda ellen elnézést. A Fradi a másik ágon van. Kieső, nem? Bocsánat, a másik ágon van, elnézést kérek. Tehát a Várda ellen, és ugye utána meg azon a mezőkösd, de játszanak a hétvégén, akinek már mindegy. És mindig az a legveszélyesebb ellenfél, akinek már tök mindegy. Mert ott aztán olyanok vannak, akik bizonyítani akarnak. Amikor ez a mai adás elindul, akkor fújják a sípot ezen a Kisvárda elleni meccsen, ami egyébként befolyásolhatja a Vidi szezonját is, hiszen a Paks bejut a döntőbe, akkor tulajdonképpen a kupa döntővel megfogta a szezon tavaly is, döntősök voltak, a Fradi ellen nem volt esélyük, de úgy gondolom, ha a dobogósok, illetőleg tavaly előtt, ugyanis tavaly a ZTE verte meg valóban a Budafokot 2-0-ra, tehát tavaly előtti döntőn, ahol a Paks nem számított esélytelenek, végül is nem volt esélye a Puskás Arénában, de én úgy gondolom, hogyha a Paks most ma valahogy legyűri a Kisvárdát, egyébként ha valaki 2 hete azt mondja, hogy egy Kisvárda számít majd az esélyesnek a Paks ellen, akkor nem hiszem el, de tulajdonképpen most így várják ezt a mérkőzést, de hogyha a finalista lesz a Paks, én úgy gondolom, holnap a Fradi azért a Nyíregyházát megveri, tehát tulajdonképpen kialakul a, ha nem is államfinálé, de úgy megdebeltnek tűnő összecsapás a sorsolás ismeretében, akkor úgy gondolom a Paks a döntővel, meg egy bajnoki bronzzal azt mondja, hogy rendben vagyunk, kint vagyunk a nemzetközi porondon duplán. Azt hiszem, hogy ez akár segíthet a videótonnak is a folytatásban. Hát arról nem beszélve, hogy ugye egy Ferencváros Paks kupa döntő már azt vetíteni előre, hogy a nemzetközi indulás gyakorlatilag a negyedik helyjel is biztosított, és még az Európa Liga is összejöhet ugye ennek a döntőnek, az eredményének a függvényében. De ne szaladjunk ennyire előre, és tényleg hagyjuk a Paksot. Valóban a Fehérvárt érinti, hogy véget ér ez a leolvadás, vagy nem. De mit reméltek a záró 4 meccstől, mert még mindig az a helyzet egyébként, most már tényleg fordulók óta előrefelé megy a Vidi, akkor is, amikor nem nyert, sikerült ugye pozíciót tartani, vagy fogni, most is sikerült előrelépni egy döntetlennel, hogy most már azért mindenki csalódott lenne, hogyha, hát nem is az ezüst, de mondjuk a dobogó nem jönne össze, hiszen most már hosszú hetek óta ott tanyázik a csapat, és ezzel ugye a nemzetközi szereplés. Egyrészt látjátok erre most már a garanciát, másrészt valójában mit remélhetünk ettől a jelenlegi Viditől, hogyha mondjuk tényleg ki kell lépni a nemzetközi porondra? Mert mondjuk ott Tóth Balázs nem biztos, hogy
ugyanúgy hozza az összes mérkőzés, mint kis túlzással tavasszal. Hát igen, ugye Tóth Balázs az egyik legnagyobb ütőkártyának a csapatnak, tehát 11 kapott gól nélküli mérkőzésnél tart a Balázs, és most is pár perc választotta, meg egy a 12-dik. Sajnálom, hogy az a gól így jött a végén. Milyen jó beadás volt, az magyar pályán nagyon ritkán látni. Hát igen, az konkrétan rálőtték a Safronov Fire ezt a labdát. Ez benne van mindig a védelem, nyilván elő lehet venni egy ötöste beívelt labdánál, de az egy annyira jó beadás ezt volt. Ezt mesterien rúgta meg a Zalaegerszeg játékosa, bár ebben is igaza van itt az előttem szólóknak, hogy ezt a meccset meg lehetett volna nyerni. Tehát annyi helyzet és annyi zicsert rontottunk el a meccsen, hát gondoljunk arra, hogy Stefanelli 4 méterről mellé felé a labdát üres kapura, vagy mikor szembeállunk a Dombóval és telibe rúgjuk a kapust, vagy pedig volt egy távoli lövés, ami így szitált, és épp hogy csak belebírt ütni, a kipattanóra nem érkezünk. Tehát ezek olyan hibák, amiket azért mondjuk úgy azért a futball megbüntet a végén, és a kezemet a szíjjelre teszem, hogy az Zalaegerszegnek is voltak veszélyes lehetőségei, és lehet, hogy valahol igazságos ez a döntetlen, mert elmúlt hetekben azért sokszor volt szerencség nekünk is, sokszor úgy pattant a labda, úgy fogta meg a kapus, pont odaért. Újra rugatták a 11-est. Volt szerencség nekünk is, de mindig azt mondom, hogy annak van szerencsé, aki sokat dolgozik érte és többet tesz bele. De az elmúlt éveket tekintve, az elmúlt 3 évet tekintve, most tényleg azt gondolom, hogy van egy csapatunk, amire lehetünk büszkék, mint szurkolók, mint nézők, akik kilátogatnak a videót a mérkőzésre. Én nagyon büszkék erre a csapatra, mert azt látom, hogy minden meccsen maximumot nyújtják, 100%-on megy mindenki, és én, ha harmadik lesz a csapat, sem leszek csalódott, mert azt gondolom, hogy a tavalyi évhez képest teljesen más, tehát a szánk íze is más, és hát azért hallani arról, hogy a klubnál dolgoznak az erősítéseken, és nyilván ettől nagyon fontos, hogy hol fogunk végezni. Ennek tudatában is fontos, mert hogyha egy Európa Ligát el tudunk érni, és úgy alakul, hogy a Ferencváros megnyeri a Magyar Kupát, és a második egy Európa Ligát ér, nekünk is azért bővebbek lesznek az igazolási lehetőségeink. Könnyebben tudsz ide csábítani játékost, mondván úgy, hogy hát legalább 2 párharcot játszunk, de lehet 3 vagy 4 is, vagy ki tudja. Ezek nyilván fontosak. A tulajdonosi oldalon én most azt látom, hogy Garancs István tulajdonos úr nagyon partner a dolgokban, ugye láttuk télen is, hogy adott pénzt igazolásokra, tehát én úgy érzem, hogy a tulajdonos részéről is egy pozitív irányba való elmozdulás van az elmúlt időszakban. Reméljük, hogy ez még jobban menni fog, és hamarosan esetleg egy tőkerő szponzor megtámogatja a csapatot, mert hát ugye hallani itt azért már másoknál milyen szponzorok érkeznek, jó, hogy nálunk is lenne. Azért azt gondolom ahhoz, hogy az a csoportkörre való, hogy konferenciálisan a csoportkörre is meglegyen, hogy 3 ilyen belül Bártos Zselák is szeretne, ahhoz hosszabb távon majd ezért egy tőkeinjekcióra hát szükség lesz. Remélem, hogy nálunk nem lesz gáz, semmilyen értelemben. De most akkor... Nézzük, hogy mi lett a Schalkéból, miután elmentek. Saját csapatról szólva. De én az utolsó 4 meccsről azt várom, hogy 6 vagy 7 pont. Annyinak elvileg az átlag pont számítás alatt ennek kellene. Az a nagy kérdés, hogy ha a Paks kikeveredik ebből a negatív spirálból, a Puskás pedig ugye nagyon jó formában van, tehát itt azért két felől veszélyeztetve lehet még a Fehérvárnak a dobogója, hiszen még az is elképzelhető, hogy ez a két csapat végez a dobogó, mi meg leszorulunk. Nem szeretném, ha így lenne, meg talán a vidi kiegyensúlyozottsága nem is teszi ezt majd lehetővé, de azért ez még egy éles verseny lesz ellentétben a bajnoki címmel, ami fura, már eldőlt. Az Zalaegerszeg lesz a mérleg nyelven. Mind a két csapat játszik még az Zalaegerszeggel. Az Zalaegerszeg azért nagyon bekavarhat itt. Hát akkor és a felcsút is most például... Nekünk a múzsaink lettek gyakorlatilag. Így van, és most pénteken a felcsút megy az Zalaegerszegre. Tehát ott, ha az Zalaegerszeg pontot fog, akkor ugye, ha mi nyerünk Kisvárdán, visszanyílik 6 pontra az óló. És ugye 3 forduló van vissza, és nem 6 pont a különbség, mert a győzelem rangsorol. Ez az optimális. Ha a felcsút utolér, akkor még mindig 1 pontot le kéne dolgozni, és 3 meccs van hátra. Neki mind a 3-at meg kéne nyernie, szinte lehetetlenek tartom, hogy ez bekövetkezzen. Én azt gondolom, hogy ha 6 pontot szerzünk a maradék 4 meccsen, ott vagyunk Európában. Érdekes, hogy mennyire szurkolói szemmel nézzük a mérkőzéseket. Antonio Mance, Varga Barni és Kenan Kodro között a második a góllövő listán, és nagyon fontos meccseket döntött el nagyon fontos gólokkal. És itt is a meccsen, amivel már nem elégszünk, mert bennünk az maradt meg, hogy a végén kaptunk egy szerencsétlen gólt. De kilépett, és óriási zicserbe, és hogy ezeket nem szokta elhibázni. És ha ott az elején ezt belövi, talán minden másként alakul, de nem alakult rosszul. Én is úgy csalódott voltam, de azt mondtam, hogy gólarány, második hely, minden jól alakult. Meglátjuk, minden esetre az Zalaegerszeggel lesz még elszámolni valónk, hiszen ebben a szezonban nem sikerült őket megverni, amire talán kevesen gondoltak volna, hogy pont az ete. A másik dolog, hogy Márton Gábor úgy látszik bárhova megy, tulajdonképpen tud valamit alkotni. Itt Fehérváron hiányolták ezt a fajta markáns eredményességet. Hozzá kell tennem, így nyilván más elvárásokkal szembesült azért, mint az MB2-ben vagy éppen Zalaegerszegen. De hát a nagy kérdés ezzel együtt az valóban, hogy itt a hármas versenyfutás mondjuk így ezért a két dobogós pozícióért hogy alakul. Fogunk még erről beszélni. Köszönöm szépen, hogy ma
itt voltatok, és elég sok sportágat sikerült érinteni, a kedves nézőknek pedig akkor annyit, hogy tehát ezen a héten is bőven lesz miért szurkolni, röplabda döntőben, kosárlabda bajnoki elődöntőben, és hát a Vidi is játszik a hétvégén, úgyhogy figyeljük az eseményeket, és jövő héten azt is kibeszéljük majd. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.